számok, számok és rengeteg szám. Erről fogunk beszélgetni Horn Gáborral, a Republikon alapítvány elnökével. Jó reggelt kívánok! Végeztek egy közvéleménykutatást, egy felmérést egészen pontosan, ahol például az ellenzéki politikusoknak az ismertségét, népszerűségét néztük. Hogyha én megnézem azt, amit önök mértek, ellenzéki politikusok népszerűsége a teljes népesség körében. Első három helyezett, Cseh Katalin, Donát Anna, mindketten momentumosok, Fekete Győr András, a Momentum pártelnöke, illetve ugyanez az ellenzéki szavazók táborában, Karácsony Gergely, Szabó Tíme, ugye, Párbeszédesek, Hadházi Ákos, Független Országgyűlési képviselő, még csak átfedés sincs. Megmagyarázná ezt? Hát egyszerűen arról van szó, hogy régóta ismerjük ezt a jelenséget, mi magunk között Dávid Ibolya jelenségnek szoktuk ezt hívni. Ez a szakmai zsargon? Igen, mert hogy nagyon sokáig, hosszú évekig vezette Dávid Ibolya a népszerűség listákat a 2000-es évek elejétől egészen talán a végéig, miközben a pártja épp hogy a mérés határokon volt. Tehát talán vannak, akik nem emlékeznek rá, ez a Magyar Demokrata. A Magyar Demokrata Fórumnak volt az elnöke Dávid Ibolya, és ennek a nagyon egyszerű oka az volt, hogy a fideszes szavazók számára elfogadhatóbb volt, ami nem azt jelenti, hogy elfogadták, de mondjuk nem egyest adtak, ugye egy ötfokozatú skálán értékelnek ilyenkor a megkérdezettek, hanem kettest vagy hármast Dávid Ibolyának a fideszes szavazók, és ezt őt följebb húzta. Éppen ezért talán érdekesebb ennek, ebben az értelemben a második része. Nem nagyon szoktunk ilyet publikálni, mérni szoktuk, ahol a különbség van. Tehát azt látjuk jelenleg, hogy a momentumos fiatalok a össznépességben, tehát a Fidesz által dominált, hiszen a magyar társadalmi politikának több mint fele fideszes, kevésbé elutasított, az emberek elfogadják őket, kevésbé elutasított, mint az egyébként az ellenzéki körben legnépszerűbb politikusok csoportja. Nem új jelenséggel állunk szembe, de érdekes mindenképpen. Mondjuk 7-8 évvel ezelőtt a jobbikos képviselők ugyanebben a helyzetben voltak. Vona Gábor és társai vezették az ellenzéki körben a listákat, miközben a jobbik korántsa volt olyan népszerű magában az ellenzéki szavazóik. Miközben, hogyha ezt megemlítette, akkor gyorsan rákeresek, mert hogy Schneider Tamás a jobbiknak az elnöke, ez gyakorlatilag láthatatlan személy. Igen, nagyon érdekes, szerintem ennek a kutatásnak a legérdekesebb része az, hogy mennyire kevésbé ismertek a politikusok, akikről beszélünk. Hiszen a politikusok nagy részének még az ellenzéki körben is 60% alatt van az ismertsége, akiket mértünk. Ezek pártelnökök, illetve a legfontosabb személyei ezeknek a ellenzéki pártoknak. Néhány kiugró embert látunk, ugye Gyurcsánynak nagyon magas az ismertség. Érdekes módon Puzsér Robertet is megkérdeztük, aki ugye ma már nem számít ebbe a körbe, de érdekes volt az ő szereplése. Puzsérnak is 90% fölött van az ismertsége. Mesterházi Attila még aki, pedig a Mesterházi Attila már nem is tudom hány éve, 5 éve nem elnöke az MSZP-nek. Vészjósló egyébként az, hogy például az MSZP-nek a legnépszerűbb politikusa például csak 11. Kunhalmi Ágnesről van szó 36 ponttal, vagy például nézzük Tóth Bertalant, a pártnak az elnökét, aki 32 pontot gyűjtött? Azt nem tudom, hogy vészjósló-e, de bizonyos értelemben magyarázatot ad az MSZP mélyrepülésére, tudik, nem látjuk őket. Tehát nem csak arról van szó, hogy mit gondolnak az ellenzéki szavazók egységesen az egyes politikusokról, hanem látható-e vagy nem. Mert ha Tóth Bertalan az MSZP elnökének az ismertsége, nem tudom én hány éves, már legalább 3 vagy 4 éves elnöki tevékenység után. Hát ő korábban is ismert volt. Igen, de 53%, ami nagyon-nagyon alacsony. Tehát azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az MSZP vezető politikusai nem szerepelnek eleget. Nem látszanak ennek. Lehet tartalmi oka, hogy nincs mondandójuk, lehet mások, hogy belül nem rendezték. Ez erodálja egyébként, hogyha erről beszélünk, Schneider Tamást, aki jobbik elnökként szinte láthatatlan, vagy amit ön beszél, és nagyjából ugyanerről beszél, hogy Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan nem akciózik, tehát ez erodálja őket? Én azt gondolom, hogy ez egy komoly probléma egy párt életében, hogyha nem látszanak a politikusai. A Jobbiknál azért más a helyzet, mert ott van egy kimondott belső, hogy mondjam, ki az elnök című kérdés. Tehát Schneider ugye már lényegében lemondott elnöke a Jobbiknak, nem történt meg a váltás. Hát korábban sem volt látható nagyon azért. Ez igaz, de mondjuk Jakab Péter relatíve nem áll olyan rosszul, tehát jobban ismert, mint a bármelyik jobbikos politikus. Nézzük a túloldalt. Ott van például a Párbeszéd nevű párt, amelyik hát azért mondjuk azt, hogy nem vitézkedik túlzottan, viszont az arcai, az ellenzéki szavazók táborában Karácsony Gergely, Szabó Tímea
pedig az első két helyet foglalják. Sőt, azt hiszem a negyedik Tordai Bence ebben a sorban, ha jól emlékszem, hatházi ékelődőjében közöttük. Egyébként zárójelben tanulságos lenne az LMP-seknek megnézni ezt a kutatást, mert mind hatházi, mind Szél Bernadett nagyon jól állnak az ellenében. Oszlasson el itt a stúdióban most egy hitet vagy tévhitet. Igaz az, hogy amikor hatházi Ákos független országgyűlési képviselő és Szél Bernadett független képviselő, tehát a kizárt, vagy leváltott, vagy eltávozott társelnökei az LMP-nek akcióztak, akkor mindig az LMP-nek a népszerűsége megemelkedett, mert még mindig hozzájuk köthet. Az biztos, hogy nagyon sokan gondolják, így erre vannak kutatások. Ma már talán ez nincs így, egy éve biztos, hogy így volt, hogy a politika iránt érdeklődők jelentős része, például Szél Bernadettet az LMP elnökének gondolt. Na most akkor nézzünk egy pillanatra vissza arra, amire még nem teljes körön hallgattam meg a válaszát, nevezetesen, hogy lehet az, hogy a nagyon mérsékelt népszerűségnek örvendő Párbeszédnek a vezetői viszont a lista elején vannak. Igen, hát ugye ez is egy ismert jelensége a magyar politikai életnek, nem új, hogy kevésbé népszerű pártok vezetői nagyon népszerűek tudnak lenni. Itt azt gondolom, hogy a Karácsony esetében arról van szó, hogy ő már nem a Párbeszédet képviseli ebbe a történetben, ő az összellenzéki jelölt. Tehát ha valaki megkérdezi, ki az ellenzék politikusa, valószínűleg nagy részt Karácsony mondanák. Szabó Tima pedig azt gondolom, hogy egyéni politikusi értelemben megépítette magát. Egy olyan egy fiatal hölgy, aki önmagában egy érzékelhető, látható, harcos politikai entitásává vált a magyar politikai életnek, és ehhez nem kell párt. Ez tulajdonképpen az kell, hogy valaki elvégezze a dolgát, Szabó Tima elvégezte ezt a dolgot. Rövid 20 másodpercünk van, önök szokták így kérdezni, hogy ha most vasárnap lennének a választások, ha most vasárnap lennének a 2022-es választások, és miniszterelnök jelöltet nevezne meg ön, akár a mostani kutatások alapján az ellenzéknek, akkor kit választana? Dobrev Klárát, Karácsony Gergelyt, Fekete Győr Andrást? Hát ha a kutatások alapján nézzük, akkor Karácsonyt kellene, de ez nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás, mert van egy jó funkciója. Legkésőbb 3 év múlva ez ki is fog derülni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.